Sziasztok! No, akik követték eddig a Tanya Channel-nek az eseményeit, azok tudják, hogy nyáron volt itt ugye egy kábelcsere, volt erről egy filmhíradó is, meg voltak itt hosszabb részek is, hogy hogyan működött. Akkor ugye kicseréltük az udvaron jövő szakasz, hiszen az udvaron itt cikáztok végig szerte szél a vezetékek, elkészült a mikróban a kávé. Itt jöttek lefelé, ezeket kicseréltük, hát a vezeték az ott maradt, de le lett hozva egy új kábel a föld alatt. Itt a kerítésen túlról jön, tehát nem végül 400 méter lett kicserélve, de itt megszűnt, de egyébként az elmúlt 9 évben, amíg itt voltak szabadon a veszetékek, egyik kutya sem bántotta sem Zoe annak idején, sem Proxy, és hát igazából még Javu is itt megérkezett egy kicsikét, nem bántotta senki. Volt vele probléma, de ez nem amiatt volt, a föld alatt tette meg a rosszabb. És igazándiból ezzel itt megszűntek ezek a cirkuláló vezetékek. Egy helyen van még vezeték, ugye ez, hát ha oda pillantunk, ugye ott kint, azon az oldalon van egy vezeték. Ugye ez annak köszönhető, szabadon, az a föld felszínén jön, ez annak köszönhető, hogy az előző tulaj az valahova a föld alatt hozta be a házba a végpontokat, ki tudja, hol cirkulálnak, én már csak itt a házba találkoztam velük, három helyen van betáplálva a ház, elég mókás, és a pincei vizes blokk az így tönkrement. Egész pontosan nem is a pincébe volt annak a bejárat, hanem a konyhánál, és onnan vittem le a vizes blokkot, de az tönkrement, és akkor húztam egy vezetéket a fészerbe, és tehát ott azon az oldalfalon végighúztam, és ott lement ugye betábba a pince szellőzőjén keresztül. És hát igazániból ez már vagy 3 éves vezeték, kutya se bántotta eddig, és ez szó szerint értendő, teljesen jól el volt ez a vezeték ott. Még nem mai jelent az asszony, hogy áramszünet van. Hát ilyenkor ez mindig para, hogy mi történhetett, hiszen a 400 méteren jön le itt ugye a vezeték a felső szomszédtól, meg a saját földünkön is, tehát ha azt érte valami, az marha nagy gáz. Úgyhogy mindig félünk, hogy áramszünet van. Aztán kiderült, hogy a fírelé vágott le, ezt ő nagyon ügyesen észrevette, felnyomta a fírelét és ment minden tovább. Ezek után ezért ez mindenképpen gyanús, hogy ez olyan problémát jelez, majd miközben kint mászkálgatott, észrevette, hogy a buca az itt van hátul, és nem hajlandó előre jönni, aztán végül előre jön, de körülnézett, hogy mégis miért nem jön előre ez a kutya ilyen lelkesen, és akkor látta azt, amit most itt a képen ti látni fogtok. Hát bizony, ez a vezeték, ez szemmel láthatóan mocskosszú szét van rágva, óriási malacca a kutyának, ugye van fírelé, tehát a kutyának semmi baja nem lett, a fíreli azonnal leoldott, nekünk meg az a malacunk, hogy még azért annyira egyben maradt a kábel, hogy most nem old le a fírelé. Ezt minden esetre orvosolni kell, szerencsére csak egy helyen van elrága, most le lett azóta takargatva kövekkel, meg faágakkal, meg téglával, tehát meg lehet próbálni ott megtoldani, különben az egész hosszú kábel cserélhetem ki, ez ugye egy 3,5-es, 3-eres MTK, ez nem annyira olcsó, meg a macera lent a pincébe a végét bekötni, a másik felét a fészerbe bekötni, a kis megszakítós szekrénybe. Egyszerűbb lesz ezt elvágni és megtoldani, de mindenképpen ezt a hátsó részt le kell vágni egy kerítéssel. És akkor utána érdemes ezt megtoldani, addig semmiképp, mert a Javu, ha rászállt, akkor ezt most már nem fogja békén hagyni, ez biztos. Úgyhogy majd holnap, ha lesz időm, próbálok valami vadászkerítést, hogy valamit nézni oda, csak nehéz, mert ugye a házfallal is ütköztetni kell, és közben a háznak ott az alján ott van a beton. Meg nem is akarok túl magas kerítést, mert kapuval nem akarok rá szórakozni, át tudjak rajta lépni és kész, csak a kutya ne tudjon bevenni, tehát hogy akkora kellene. Na, és aztán ő megnézte a felvételt, és megnéztem én is a felvételt, és valóban itt látható, hogy ez Javu alkotása volt. Nézzétek meg ti is! Bemutatjuk a Tetthely bűnügyi sorozat újabb epizódját.